Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Kíváncsi vagyok, hogy mit mutatnak a kártyák. A fő téma már itt látható középen, és ez azt jelenti, hogy tarts ki. Légy türelmes, várj, amíg ő nyilatkozik, amíg ő jelentkezik, amíg ő aktív lesz. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt látható ez a kulcs, és azt jelenti, hogy légy magabiztos, légy annak tudatában, hogy ő szeret téged. Ez a kulcs kinyitja ezt a szívet, és az azt jelenti, hogy nyitott lesz majd érzelmekről beszélni. A háttérben kicsit hangos, hiszen én egy finkán élek, Mallorca szigetén, ez olyan, mint Magyarországon egy tanya, tehát nincsenek szomszédok, és itt dolgoznak a földeken, most éppen traktorral, ezért így hallható a háttérben. De visszatérve a jóslásra, itt látható a nap, kisüt a nap, megvilágít valamit, megvan a vonzalom, de látható még az ő zárkózottsága, amire a könyvek utalnak. Persze a könyvek jelenthetik az ő tudását, vagy egy továbbképzést is. És a nap megvilágítja ezeket a témákat is. Persze hozza a sikereket is. Ő mozgásba jön, közeledik hozzád, hiszen te állsz itt a középpontban, és a patak jelenti azt, hogy folyamodnak az események, tisztázódnak bizonyos dolgok kettőtök között. A gyermekek utalhatnak a te fiatalos kisugárzásodra, vagy a gyermekekre. Persze, jelenthetnek egy új irányt, egy új kezdetet is. Itt a háttérben megjelenik ez a kígyó. Ez jelentheti a megújulásokat, vagy a gyógyító erőt, de lehet egy hölgy is. Mivel itt a kutya van mellette, ez egy barátnő, tehát jó szándékokkal közeledik majd hozzád. Lehet, hogy segíteni fog. A gyermekek jelenthetik azt, hogy ez a hölgy fiatalabb, de azt is jelentheti ez a kártya, hogy lesz egy új ismerettség. Közeledik hozzád ez a férfi, de egy hölgy is, és itt kialakul egy szép barátság. Itt lesznek változások, látható a levegő eleme, a könnyűség, amit ez a kártya még jelenthet, ez a kommunikáció. Lehet, hogy ez a hölgy szeretne veled beszélni, de segíteni fog, és a férfi is közeledik hozzád, itt is lesz kommunikáció, és látható a szerelem. Légy kicsit türelmes, de magabiztos, ő szeret téged. Hamarosan kiderül az igazság. Ő még zárkózott, de közeledni fog, beszélni akar veled. A könyvek jelenthetik a tudást, a továbbképzést is. Van a környezetedben egy hölgy, olyan barátilag közeledik hozzád. Lesz egy új irány, vagy egy új ismerettség. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!